Minden felelős döntéshozónak, politikusnak, de akár döntés előkészítőnek is szüksége van tényekre, adatokra, ismeretekre, arról a közösségről, amellyel foglalkozik, amelyre mondjuk a politikája irányul. Éppen ezért végeznek időnként kutatásokat. A társadalomtudományi kutatások egyike az a kutatási program is, amelyet most a Századék Politikai Alapítványa közösen indít el a Leocki Tivadar Társadalomkutató Intézet és a Hodink Antal Nyelvészeti Kutatóközpont. A vizsgálatnak a célja az, hogy a Magyarországon megkérdezett adatközlőkhöz képest megméri a kárpátaljai magyarok identitásának helyzetét, a jövőképről alkotott elképzelését, a Ukrajnához, illetőleg Magyarországhoz fűződő viszonyát. Szó esik a kutatásban a nyelvhasználatról, a lakáskörülményekről, az elvándorlás vagy maradás kérdésköréről is, és az adatok azért lesznek jól hasznosíthatóak, mert össze lehet őket hasonlítani nem csak a kárpátaljai magyarok egyes csoportjaival, végzettségi kategóriák, nemek, lakóhely, típusa, stb. Szerint, hanem a Magyarországon született kutatás hasonló kutatás eredményeivel, illetőleg ugyanezekre a kérdésekre válaszolnak majd romániai, szlovákiai, szerbiai, magyar adatközlők is. Itt tehát egy kárpát-medencei átfogó képet kaphatunk, ugyanakkor mi saját magunk is információkat szerezhetünk arról, hogy kik vagyunk, mit gondolunk magunkról, a világról, illetőleg a mellettünk élő nemzetiségekről.